estét kívánok. Jó délután meg egy kedves vagyok, uram. Örülök, hogy csak azért jöttetek, mert ahogy kezdtem aggódni, hogy minden képlet megfelezi a nézőközönséget, szóval igen, és a fiataloknak egy igen jelentős része elmenekül, ahelyett, hogy elkezdenek gondolkodni. Azért örülök neki, mert vannak olyanok, akik nem, és vannak olyanok, akik azért választottak bizonyos olyan dolgokat továbbtanulásnál, amire vagy kémikus lesz, vagy fizikus lesz, vagy csillagász lesz, azért választotta, mert a fiataloknak halvány fogalma nincs, hogy mi akarna ő lenni. A szülők azt hiszik, hogy igen, de hát nem. Na most hát lehet ürülősnek is lenni, mert tegnap éjszaka nézegettük az UFO-kat, meg nézegettük a Jupitert, a Saturnust, a Marsot. Hold az most nincs, mert az most sokkal később kell fel, hajnalban, akkor meg már hiába, mert akkor már nagyon világos van hozzá a távcsövezéshez. De ha ma este nem lesz borús az ég, akkor megint távcsövezünk, hogy annak, aki lemaradt esetleg róla, az megnézheti. Hát ez elég késői időre vonatkozik. Ha már néztél fölfele, nem csak a cipődet nézted, ahogy a városba szoktál, az egy ilyen szokás, mindenki lefele, egy ilyen buskóra, lefele bangul. De hogyha valaki fölfele nézett, akkor talán már látta, hogy itt látszik a tejút. Amit a városból a büdös életben nem látsz egyáltalán. A csillagokat se látod. Itt annyi csillag van az égen, hogy sok, és a fiatalok nagyon aranyosak voltak, lelkesedtek, mert hogy ők még ilyet nem láttak. Mert a városi gyerekek nem láttak. De azt hiszem, hogy hát most mindenki, de nem. Nem láttam mindenkit, és a te gyereket sem láttam, és nagyon megváltoztatta az életét. Mert sokszor egy-egy jó mondat megváltoztatja egy gyereknek az életét. Egy jó mondat. Az összes unokáinkat ilyenekkel szórakoztatta. A fiam, aki tanul, az hülye, de aki nem tanul, az alismar. És akkor elkezdte tanulni. Rájött arra, hogy hát a nagypaternak igazolom, mert hogy tanulni kéne, mert különben bajok lesznek. Jó, hát el lehet lébeszólni az életedet, ameddig etetnek otthon a szülők, meg még az egyetemre is lehet 10 évet járni, vagy 12-t, mert sokat csinálják is. Igazából, mert lehetővé vált, hogy majd később vizsgáljunk. Nem 4 év alatt végzi el az egyetemet, hanem 14 év alatt, és azt is lehet. És akkor az anyja meg az apja meg teljeli a sok pénzt. Tehát az úgy rendben van, hát nem, neki kell, neki az rendben van. Csak hogy mondanám, hogy a nyugati fiataloknak egy jelentős része, és régebben is már, mondjuk a szolgóiakra jár, de közben újságot ordott ki hajnalban, vagy csinált valamit, hogy megélhetése legyen. Tehát nem úgy volt az, hogy potyogtak az égből a dolgok, mert sok pénzbe került az egyetem, meg sok pénzbe került minden. De azért elvégezték. Párizsban sem volt másképp. És nehéz, olyankor nehéz az élet. Na de attól fog, hogy vannak-e céljai, vagy utcaseprő akarsz lenni. Ja, utcaseprés is jó. Kim vagy a természetben, jön a hó, a jég, minden, nagy, tök jó, van munka. És ez rendben van, hát az is egy szakma. De talán azért jobb az, hogyha egy kellemes fűtött helységben csinálsz valami szellemileg emelkedettebb dolgot. Mert azt is meg lehet csinálni. De itt most a mai témánk a tér és a hipertér. A térről már kezdtünk beszélni, de a tér már önmagában is egy sokkal bonyolultabb rendszer. Itt a néprajzban nagyon szép ábrát tett fel a Péter, mert hogy a néprajzban ez a szimmetria, ez a tér és a hipertér szimmetriája, vagy a három virág, ugye az a három téridő, a három téridő van, nem egy, a három téridőnek az emblémája, ez a Mitsubishi ábrában is így van. Ugye ott már teljesen konkretizálva van. Ugye mert vagy lehet ilyen szimbolikusan, kicsit nőiesen csinálni a dolgot, hogy virágocska, bogyócska, stb. Így is lehet, és ezzel sincsen semmi baj. Lehet úgy is, hogy konkrétabban csinálod, és oktaédereket rajzolsz oda, mert hogy a téridő oktaéderes szerkezetű, az lóg itt ez a nagy táplomány, amit a Józsi barátok gyártott, ez az oktaéder. Az oktaédert a cérnák képviselik, nem a kereszteződés. És ha nagyon, nagyon figyelsz, ahogy nem szokás figyelni, akkor például Svájcban, és nem csak Svájcban láttam, máshol is láttam, például a Hungvölgynél
ilyen kereszt volt a templom tetején. Tehát ilyen térbeli kereszt, nem egy sík lapkereszt volt, hanem egy térbeli, ilyen térbeli kereszt volt. És a végén ilyen furcsa kacskaringók voltak, ami a rózsakeresztben is megmutat. Tehát a vallásokban, vagy a vallás mellett fennmaradt tanokba, ezek a dolgok szerepelnek. A tér, a hipertér, minden szerepel, és benne vannak a teremtők, a teremtési szög, tehát ezek mind szerepelnek, tehát nehogy azt gondolod, hogy hát az gyűríteni ilyen izéket, ilyen unalmas geometriai vackokat magyaráz, és közben ez a néprajzban is ugyanúgy megvan. De én egy évig tanítottam itt Miskolc Egyetemen a teremtés a néprajzban tantárgyat, a bölcsészen. És ez a lényege, hogy a néprajzban is megmaradtak dolgok. Van, ahol nagyon lényegi, van, ahol kicsit szépelget változatban, tehát a szépelgésnek én nem azt jelenti, hogy a szeretetet én nem szeretem, de akkor már valaki túl szépelgi magát, ismeritek ezt a, akkor már reggeltől estig gülyögve beszél, hát az már nekem egy kicsit túl szépelget. Szerelmes pároknál is szokott előfordulni, ahol egyik sem nőtt fel, hogy egymást ilyen gyűjörészvel, de teljesen gyűjörészvel beszélnek, mindig. Tehát reggeltől estig, estétől reggelig, hát az már nem annyira jó, tudod. Ha nekik jó legyen, de hát azért nem annyira jó, az már nem elég fel. És nem azt jelenti, hogy ilyen buszárőrmesteresen kell mindenről beszélni. Nem, az sem. Az a másik téged. Megvan a kedves, kellemes dolog, ahogy egymással tudunk értekezni. És az a lényeg, hogy a téridőben öt atya van. A Mohamedának hányszor imádkoznak? Mind az öt atyához külön imádkoznak, csak úgy mondanám nektek, mert akkor van a rendelési ideje. Akkor lehet hozzá imádkozni, akkor ő van ügyeletben, tényleg így van. Na most azt már a Mohamedának nem tudom, hogy tudják-e, hogy ezek az időzónák, ezek a földön úgy változnak, mint ahogy az óra is változik, mert hogy Moszkvában nem annyi az idő, mint itt, vagy New Yorkban. Nem azért, mert nem tudják a pontos időt, hanem azért, mert tudják. Tudnék a föld gömbölyű, és akkor a túloldalán, amikor a föld túl havain vagyunk, akkor ott, amikor itt 12 óra van, akkor ott éjfél. Mert hogy eltérnek az időzónák egymástól. Ez csak ennyi az egész. Tehát ugye föld gömbölyű. És a jó lenne az, hogy olyan nap lehetőleg a délbe az magassal legyen, ne itt legyen valahol a látóhatáron, vagy épp lenyugszik, az nem nagyon jó. Hát Gilajaknál van ilyen persze, ott három órányi időzóna van legalább, de talán még négy is, de három órányi időzónáig biztos, hogy van, és ezt egybe mondták, úgyhogy a rújkorok szerencsétlenek hajnali háromkor kelnek, a kínaiak csak hatkor. Mert egybe mondták az időzónákat. Ez a lényeg. Nem, később van. Bocsánat, az ujguroknál van később, mert az van nyugat felé. És nálunk is, csak itt Magyarországon is a nap felkelése olyan negyed órányi eltérés mutat. Tehát a legkeletibb résznél, ahol felkel a nap először, a legnyugatibb részig egy negyed óra eltérés van. Tehát már itt régen föl kell mondjuk Nyíregyházán a nap, amikor még szombathelyen sötét van. Ez is nagyon érdekes. Negyed óra már elég. Mert a nap felkelte az kb. 5 perc, tehát a nap korong, ameddig följön a láthatár fölé, ami nem korong, hanem gömb persze, de hogy beidegződött a nyelvhez az együgyűség vagyúság, hogy holtányér meg nap korong. Értitek, mi a baj ezzel? Hogy ebből egy büdös szó sem igaz. Csak ez egy síkvagyú beidegződés, amit betanítottak mindenki. Mert a hold is gömbölyű, egy gömbölyű, olyan, mint egy labda, és nem pedig olyan, mint egy tálca, palacsinta. És erre rálapától mondjuk láttam az amerikaiaknak van egy valamilyen ilyen régi filmesnek valaki ilyen volt a filmen, hogy a kis unokája, vagy mit tudom, kicsoda, az ül a holdon, tudod, ismeritek azt az emblémát, amely kezdődik. Zingrox. Igen. És akkor ott ül a hold egy ilyen kifli, volt tényleg olyan, mint egy igazi kifli, és akkor azon ül a gyerek, és akkor forgászik, pecál. Szóval ez is egy meglehetősen nagy ökörség, mert egy gömb alakas sose lesz kifli.
Tehát, hogy ezzel kis problémák vannak. Tehát ő olyannak látja, és oda képzeli, sajtból van a hordoz, kész. Tehát ilyen van. Nem baj, hogyha beleteszem egy ilyen kutyadalos dologban a dolgot, hogy minden kutya gyerek tudja, hogy sajtból van a hold, de hát mondjuk ezt azért komolyan venni, ezt azért már én veszélyes. Meg sokkal komolyan veszik. Halálkomolyan. De akarja bizonyítani, tűzzel, vasal, meg igazán. Tehát az űrös. Tehát a fénykvantumot látunk a tetején, meg a közepén is. Nézd meg a kopjafánkat. A kopjafán, ez egy női kopjafa, mert nem mindegy, hogy melyik dísz micsoda, mert nem csak ideig oda faragni kell ilyen kis hülyeségeket, szóval nem erről szól ám az egész. Ennek nagyon precíz rendszere van. Női kopjafákon inkább tulipán szokott lenni a tetején, és hogyha ilyen csukódott tulipán van, akkor nagyon fiatal az, aki meghal, aki ha közepesen ki van már nyílva, akkor középkorú volt, és ha nagyon ki van nyílva a tulipán, akkor már idős volt a halott. És akkor azt is meg lehet nézni, hogy hány rovás, vagy hány sáv rárakva. És akkor az évtizedeket jelenti. Tehát megvan, így messziről meg lehet mondani, hogy ott egy 70 éves ember nyugszik, még nem tud elolvasni, de messziről el tud olvasni a kopjafán a strigulát. Tehát volt neki értelme. Később aztán ezt szándékosan elmossák. Nagyon, nagyon is fontos, szándékosan elmossák. Tehát, hogy neked már ne legyenek ilyen kapaszkodóid, de te nem, ez nem kultúra volt, ezek csak össze-vissza faragtak. Szóval nagyon figyeljetek, mert van egy ilyen tendencia, egy gyűlöletesen magyar ellenes tendencia, figyeljetek egy kicsit. Akik persze vigyorogva, olyan Demszki vigyorral mondják, hogy hát igen, nagyon szeretik a magyarokat, szóval azok figyeljetek, parancsolj. Ez az alsó, ez a tökéletes... Mit? Az nem lehet, hogy több hiperteres fény az alsó fénykvantum? Lehet, bár nem tudom, mert nem igazán jól látom én ezt a fénykvantumot. Itt két tetraéder tehát egymásba vágva a tetején, ami van. Lehet, de ezek hatos szimmetriák. Talán inkább azt jelenti, hogy a téridő alapján áll a fény. Tehát először van a fény, aztán van a téridő, és aztán van a fény benne. És az a Lucifer. Az a fény. Ez a fény, amit sűrű. Az a Lucifer. De az a fényvívőt jelent. Azt jelenti a szó maga, hogy fényvívő. Ő viszi a fény. Hát azért, hogy mondjam nektek, ezen el kell gondolkozni. Minimum egy kicsit el kell gondolkozni, és ez egyáltalán nem biztos, hogy gonosz meg nem gonosz. El kell gondolkozni rajta. Mert hogy ha a téridőben keletkezik egy fényfantum, a téridő egy oktaédere szerkezetű, az oktaéderbe, ha minden lap közepét, a háromszögek azok, mind a háromszögeknek a közepére veteszel egy pontot, és összekötöd, akkor kapsz egy kockát. Ha a kockának húzol X-et minden oldalára, és a középpontokat összekötöd, megint kapsz egy oktaédert. Tehát ezek így működnek. Azt mondják erre, hogy egymásnak a geometriai duálisai. Tehát az, aki ezt használta, az már tudott valamit a téridőről. Nem a mai fizikusoknak a szintjén, hanem sokkal többet tudott a téridőről. Honnan tudta, ez egy kérdés, de tudott. Erre, hogy a mai fizikusok még a téridőt, még az fényt, azt még ilyen hullámokat próbálják elmagyarázni. Az még nagyon messzire van a fény természetőtől, működésétől, nagyon messzire van. Én már láttam nagyon jó fizikai professzort, aki már kezdi a jó fele. Már láttam a könyvébe megjelent, magyar önömre megjelent már az dimenzió forrás. Ezt még ő nem írta le, csak az Isten rajzoltatja vele, hogy ezt kell vele tenni, és belerakja. Még nem tudja, hogy miért, de így majd ő okos lesz, mert hát ott volt már benne, mert tényleg vele teszi. Persze, mert ugyanabból a forrásból merít, csak ezt ő nem tudja. Lehet, ő olyan materialista, mint a fene. Miért? A materialista fizikus az nem Istenből áll, úgy gondolom. Hát vagy aki azt mondja, hogy én a Isten, utálom az ilyen Isten, és ilyen, és akkor mi van? Semmi, az is Istenből van. Nekem azt mondja, hogy nincs jobb kezem, nincs bal kezem. Hát jó, már mondja. És az? Hát az nem olyan, az nem azért van, az,
így magyarázza meg a világot. Ilyen mindig volt, és mindig is lesz. Földön kívüliek között is vannak nagyon materialisták, pedig abszolút tudják a téridő szerkezetét, a teremtés szerkezetét, abszolút tudják. És mégis tök materialisták. Ilyen is van. Mert ő úgy magyarázza meg, és neki az a jó valami, hogy miért jó, hát nem tudom, majd aztán rájön idővel, hogy hát jó van, már majdnem eltaláltam a világot. Mert hogy már a gyűrhajói, azok úgy működnek. Amikor én nekem először földön kívüliektől kérdeztem, hogy mitől megy ez a szekér. És akkor azt mondta, hogy a Szentlélek erejétől. Nem menj a franzba a hülyeségedre, hogy itt valamit teszít engem. Ne az, de attól meg. Később rájöttem, hogy igen. De nem hittem el abszolút, hát ilyen, hogy a Szentlélek erejétől mennek. Az olyan Szentlélek, az erről csodálva. Ilyen volt körülbelül nekem a történet. És akkor utána elmondták, és tényleg, mert hogy az űrhajóban egy parányi pindurka kis fénykvantum van, és ez a parányi pindurka, a 100 tonnás űrhajót úgy viszi, mint a cug. Úgy megy tőle. Hát de mit? Hogy? Hát nincs benne üzemanyag, nem lő ki semmit, nincs, nem ég semmi, nincs propeller. Akkor hogyan francba megy? Mitől megy egy ilyen űrhajó? Ugye ez a kérdés? Egy darab fénykvantumtól képzeld el. Csak az egy speciális. Nem mindegy. Na és azzal te nem vagy szinkronba, akkor az a része, ami nincs szinkronba, az ott marad. És ezt hívják úgy, hogy olajra lép. Olaj az a dimenzió határa. A dimenzió határa, ha nem vagy szinkronban, akkor az az űrhajónak az a darabja, ami nincs szinkronban, ha te nem vagy szinkron, te csak maradsz. Tehát arra megy, de te maradsz. Ez itt a téridőnek, a két hiperteres téridőnek a dimenzió lépcsője. Ez a színes földre lépcső. És öt darab dimenzió forrás van benne, hogy baloldalt az a sárga lépcső belé, akkor még csak egy van, aztán egy sárga van, meg egy sárga van, meg egy zöld, aztán egy sárga, zöld, piros, aztán sárga, zöld, piros, kék, és itt van. Tehát ez, ahogy vált, egyre több dimenzióforrás lép be, úgy emelkedik a téridőnek a dimenziószáma egy bizonyos helyen, és aztán kilépked, belépked, kilépked, belépked, kilépked, és ez az öt atya. Ott öt dimenzió forrás van, ők azok, akikkel minden föl van fűzve, akik minden állandóan életbe tartanak és működtetnek. Mindegyik a saját teremtését, de az mind az öt az egy. Hát ez nem lehet, ugye öt vagy egy, ugye nincsen, pedig van. Tudnék, ő egy időbeli másolat. Ugye beszéltünk arról, hogy visszafordul önmagába, meglátja magát. És keletkezik egy ilyen képzetes képzeletbeli forrás, amit én lát, ott van, ott megy előttem. És megkérdeztem az Algol Szeránnak, az Algol Szeránnak beszéltem, az Algol napisten is mondhatjuk. És beszéltem vele, és leharcolt engem, hogy velem te ne vitatkozz, én tudom, hogy én egy ötdimenziós pont vagyok. Tehát én egy ötdimenziós pont vagyok, mondja a napszerán. És akkor elmondta nekem, hogy ő milyennek látja magát, akkor mondd el, hogy milyennek látod magad. És olyan, mintha mennék egy csigalépcsőn, és magam mögött is én jönnék, meg magam előtt is én mennék. Tehát mintha magam mögött jönnék, meg magam előtt mennék. Persze, mert körbe másolódik a rendszer állandóan, és ezek a virtuális források állandóan körbe másolódnak. Már csak említést tettünk rá, hogy az hétfejű sárkánynak. Ugye említést tettünk rá, hogy a hétfejű sárkánynak hogy kell levágni a fejét? Egy csapással. Hát ez nem véletlen. Mert ha nem az összes fejét vágod le, mi történik? Újra. Egy pillanat alatt mind kilő. Mert minden fej az előző fej látomása. Nincs ott semmi. De minden fej az előző fej, és ezek tűzokárdók. Hát de miért? Mert tűzelem kelti. Nem lángok ilyen kémiai, lángszorról, vagy lángszorról, ügyesség. Nem ilyen lángokat ereszt magában. Tessék, tanácsolj! Több kérdésem van, ezt már kikockáztuk a Dodival többször. Az első kérdésem az, hogy ha azt mondjuk, hogy a triászos téridőben ugye először egy dimenzió, de az azt jelenti, hogy a közepén, tehát a hármas csúcsnál ugye ott lép be az első forrás. Nem a közepén lép be a forrás. Nem a közepén lép be? Ha nem? Nem a közepén lép be a forrás. Csak akkor lehetne így lépve, hogyha az első forrás a közepén lép. Nem ott lép be. Ott lehet látni, van egy ilyen mozgó ábra, ugyanitt, ahol most, ahonnan ezt az ábrát kivetted,
van egy mozgalomra, és ott megvan a lépkedés javulás. Hülyeséget mondtam, mérkózom, mert akkor az lenne, hogy gyakorlatilag mind a háromban egydimenziós. Olyan. Akkor az lenne, igen. Megnézhetek én. Jó, tehát akkor a kérdés, az egyik kérdés az az, hogy ahhoz, hogy egy, a triászos tévdőn belül egy dimenzió legyen, ahhoz hol kell belépni az első forrásnak? Ennek az a titka, hogy az egész egy terjedő rendszer. Tehát nem mechanikusan belép egy és ott van, hanem egy terjedő rendszer, és a terjedő rendszer lép be. A hullám felület lép be, és nem pedig a darabra. Mert darabra akarja mindenket tartani, de közben ez egy borzasztó bonyolult, mert egy terjedő rendszer, minden irányba terjedő gömbök, ezek az időgömbök, és ezek a tűzelemek, ahogy körbe-körbe mennek, de a motorcsónak körbe menne, egy spirál hullámot keltene. Igen, de ez egy szakadó spirál, ha jobban megnézzük, nem így szoktuk ábrázolni még, de én tudva tudom, hogy ez egy szakadó spirál, és a földön kívüliek rajzoltak is ilyen szakadozó spirál, lerajzolták nekünk azt, hogy ez a spirál nem egy egyre függő, hanem egy szakadozó spirál, és a dimenziókat is így lehet csak megmagyarázni. De ahhoz, hogy idáig eljussunk, először egy nagyon materiális alapon, nagyon a geometria alapján kell elindulni, mert különben a világban semmi kapaszkodó nincs. Tudnék, itt egydimenziós gömbökről van szó, most egy egydimenziós gömböt kér, hogy mondasz el? Érted? Mert az a probléma, hogy a mindenki, hát de már háromdimenzióban se van. Tehát az emberek jelentős része a kockák meg az oktaidert már sehogy se tudja elképzelni. Nem tudja, a kockát se. Amíg a kocka cukrot se tudja elképzelni, lerajzol valami olyasmit, de ha lerajzoltatod, akkor kiderül, hogy ilyen ákombákomokat rajzol, de nem tudja axonometriában, vagy lerajzol. Mondja? Mondja, igen, igazán, mert hogy végül csak lerajzolja ezt a, mi elképzelünk, csak az elején van egy öt kocka lefele, az öt dimenzió szimbolizál. Igen. És miért? És meg is van számolva. Igen, miért jelenik meg egy oszlop, ahol kis utána miért van kétszer egy? Az egy oszlop az csak egy ilyen tájékoztató. Igen, és a másik két egy dimenzió az mit jelent? Mi az, hogy másik? Utána jó, szimbolikus, hogy öt forrás lép be. Ja, ott van a téridőnek egy olyan érdekes zónája, a mind a három télidőben ez el van csúsztatva három fázisra, úgy lehet mondani, ahol csak egydimenziós, tehát minden atya csak belép. Ahhoz akartam, hogy tegyük be azt az oktaideres ábrát, csak te ezt leharcoltad, mert hogy az oktaideres ábrának a működéséből látszik, egyébként nem látszik. Tehát, hogy lépkednek a dimenzióforrások, az egy mozgó ábra, és akkor azon lehet látni, hogy belépkednek a dimenzióforrások, mind hat, egy oktaédernek hat csúcsa van. Akkor mind a hat csúcsát nem tudja foglalni az öt, ugye? Marad egy üres. Azok az üres sávok, amit ott mutatok, hogy van egy, nem jut ötről hatra, mondja majd. Magyar, hát azt miért mondja? Hát azért mondja, mert ez csak az mondja, aki tudja, hogy milyen a téridő. Ez senki más nem mond ilyet. Csak aki tudja, hogy milyen, hogy működik a téridő. Tehát ezek a vezetőink, lehet, hogy a pásztorok még nem mind tudták. De azért én még pásztorfaragásban is láttam olyat, hogy egy hat szirmú virágot faragott, és az egyiket feketére besatíroztak. Tehát még olyan pásztorfaragásban is láttam olyat. Tehát nagyon érdemes odafigyelni még arra is, mert a tudást megpróbálja fogakhoz tartva átmenteni a túlsó partra. Mert egy népnek a tudás az, ami megmentheti. A hülyeség nem ment meg semmit. Az, hogy tudom, hogy hol lehet gagyi izéket venni, vackokat, rongyokat, bugyikat, mit tudsz, ez nem ment meg senkit. Na, ha vészhelyzet van, akkor te neked az a bolt már nem létezik, az a leértékelés nem létezik. Tehát ezek már mind nincsenek. A telefonod már nem működik, bármilyen drága szart vettél nem működik, a laptopod sem működik, mert már nem lesz az akkumulátor, nem tudod feltölteni. Még egy darabig a műszakilag képzettek meg tudják csinálni, hogy a 12 voltot átalakítják és föltöltik ki. Rossz ilyen lepukkadt autóknak, vagy szétrohadt autóknak a akkumulátorokból még kicsalog valamennyit, és akkor föl tudja egyszer-egyszer tölteni.
de már nincs internet, már nincs semmi. Tehát nem egyszerű a történet. És itt kezdődik a nagy baj, hogy most arra gondolja, hogy ezek a gyerekek, akik már elvonási tünetei vannak, ha nem buzerálhatja a telefonját reggeltől estig, itt vagyok, hol vagyok, elmegyek, jövök, megyek, ilyeneket, de reggeltől estig nyomják egymásnak, meg hogy mert a barátnőd majd így lesz, meg azt csinálja, meg a nagyobb apá ilyen szex izével is ugratják egymást, hogy elcsalja majd, elcsábítja majd. Mert hogy ez az egyetlen téma a fejében, nem több. És hát a tanulás az nem érdekli, az csak ki akarja bekelni valahogy az iskolát, hogy a végére jusson, azt jól van. De már ez nem érdekli. Majd az anyám, az apám eltart engem, csak most a kötelező iskolát elvégzem, aztán már nem is dolgozom. Ezt csinálják sokan, nagyon sokan. Az európai fiatalok 30%-a mindenre alkalmatlan. Komolyan mondom. Mindenre. A utca sepést nem lehet rábízni. 5 percig nem csinálna semmit. Nincs se kitartása, se esze hozzá. Semmi. Na itt van, ez a téridő működése. Itt van egy ilyen cikázó ábra. Ez azt jelenti, hogy a források között hogy lépked a dimenzió. Az öt atya hogy lépked, milyen rendszerben. Mindig öt van benne, de itt most 11 helyen, ez az egy hiperteres téridő. Ha hátra néztek, akkor ott volt két ilyen, egy narancsárga, meg egy sárga ott volt ennek a modellje. Tehát odaállsz, megnézheted, elgondolkozhatsz rajta, hogy honnan, hová, mint mindig oldalt ugrik, átolt ugrik, így működik. Parancsolj! Ott tartottam, hogy a szimbolikus ötös osztok után volt kétszer egydimenziós tér, és utána nem térben idő, ugye? Az a fekete. Nem, nagyon nem. Nem? Akkor miből van az, hogy kétszer után egydimenzió van? Ötdimenzió forrás, 11 helyen lépked, és aztán 5 helyen egydimenziós, tehát egy egészen más. Én azt kérdezem, hogy mitől van kétszer egymás után egydimenziós tér, ez az egyik tér. Nem, nincs kétszer egymás után egydimenziós tér, nem tudom honnan vetted, de nincs. Ezt láttad, de nincs. Az előbb, akkor mit jelentett az a kétszer egy kocka? Kétszer van, de két kocka ideig soha sehol nincs. Nem, kétszer egymás után ott van az ábrán, hogy kétszer egymás, azért kértem a Pepitől, hogy... Ja, hát az a kétféle hipertér. Az a kétféle hipertér, ez most a speciál a tér, az egy hiperteres téridő ide-oda cikázó rendszere. Hát, beszélek? Tudom én. Kell. Tessék? Ezek kertik, igen. Több ilyen mozgó ábrát is csináltunk, hogy elmagyarázzuk. Még az indulásig se jutott el senki, mert lusta volt végiggondolni. Nem tudok erre mit mondani. Tehát ez az, amit a gyémán Buddha így a kezébe tart és elébe rak így. Komolyan. Egy ilyen a Dorje Szempa így fogja, de miért gyémán Buddha? Mert ő értett a téridőt. És így elébe rakja. Fiam, ezt kell megfejteni. Ez a megoldás. Fiam mindennel foglalkozik. Kapott a répa főzeléket, vagy nem. De a megfejtéssel egy picit sem foglalkozik. A fiam csak készen akarja kapni, készen akar, azonnal tudni akarja, de arra meg alkalmatlan. Mert elmondom én neked így, és akkor pillanat alatt, ha érted, akkor jó. Jó, de hiába mondom, mert gyorsan, lassan se érted, akkor hogy értenéd meg gyorsan, mert neked erre nincs idő. Mire is van idő? Azt nem tudom, de unatkozom, de mire is van neked idő? Ez a baj. Tehát, hogy nem figyel, akinek elmondod. Mindig szerencsére van, aki figyel. Tehát azért van, aki tényleg tovább gondolja a világot. Mert az neked is jó, aki lusta vagy, mint a sár. Az neked is jó, mert azért kitalálták a világos áramot, tudod, azért gondolj bele egy kicsit, hogy szarán télen fát vágni, hóviharban meg azért befűteni. Ugye, nem egy jó dolog az. Nagyon romantikus a tanyán, csak amikor hóvihar van és fát kell vágni, a mínusz 20 fokban lefagy a kezed és ott kell a fát vadosni, hogy egyáltalán gyújtost vágni ilyen vékonyra, akkor rájössz, hogy hát, kicsit már összefagytam. És nem akar a kája begyulladni, azért minden baj van. És közben már így dideregsz a hidegtől. Az nem biztos, hogy jaj jó. Ameddig így csinálsz, a gáztűzhelyet megnyomod, elindult, meleg van, nem kell hamuzni, nem kell kormozni, nem kell semmit csinálni. Tudod, hogy marha jó. Na jó, de ez ehhez el kellett jutni.
Tehát ez az emberiségnek el kellett jutni. A romaiak is a vízvezetékig eljutottak, meg a csatornázásnak az őrség eljutottak, mert a vízvezetékkel bevezették a távoli pataknak a vizét, ilyen hosszú viadukton keresztül bevezették a városba, és ott folyt a víz, minden kiadott belőle. De nem ott folyt a hegyen, és akkor mindenkinek ki kellett menni a hegyre két ilyen nagy bazinek korsóval, jó nagy agyakorsóval, hogy nehéz volt, mint a dög, haza kellett cipelni, vagy burigázni valami talicskán, hát akkor is nehéz. Nehéz kimenni 5 kilométerre vizet hozni, de ha 5 kilométerre bevezett a városba a vizet, akkor az összes polgárnak jó. Tehát már akkor is volt egyfajta demokratikus intézkedés, hogy a polgároknak legyen vize. Aztán talán kitalálták a csatornázást is, de először így kibologatták az ablakon a bilit a szarra. Komolyan. Azt hiszed, nem? De hogy nem. Az első lemosta, ha nem, akkor büdös volt. Tehát te az a nagy ábrád, amik itt a fejekben vannak, csak hogy mondanám, ezek a nagyon romantikus ábrándok, a gyönyörű királylány ruha, meg a mit tudom, ez jó, ez nincs nekem semmi bajom, de a másik részét azért tessék egy picit megnézni, mert nem tetszett megnézni, szóval a Billit azt így kiborogatták az ablakon reggel, azért volt az éjjeli, már nincs éjjeli, csak a gyereknek van még Billi, ugye, az éjjeli. Az éjjeli szekrényben volt, azért meg kurva büdös. Szarszag volt, mert nem mentek ki, mert hideg volt, rájöttek a Billire, telecsinálták, még ilyen teteje is volt a jobbaknál, rátetted a tetejét, beraktad az éjjeli szekrényben, rácsuktad az atyát, hát hogy aludni akartál, nehogy fölébredjél, gyorsan kakát el egyet osztott vagy. Ez a reggel meg kiöntötték régen a városóba, kiöntötték az ablakot. Aztán később elkezdték csatornázni, csinálni a dolgokat, hogy hát a csatornába folyjon el, inkább ne az utca közepén menjem el. Bizony, az emberek így kezdtek el fejlődni. Ez a rész nincs meg a fejekben, mert ez ilyen szépeldéssel el lett fejlődni. A szép királylány volt. A szép királylány is kakál, és az is kiborított az ablakra. Vagy a cselédlány, az már tök mindegy. Mert azért annak is volt éjjeli szekrény. Szóval ott ugye, régen a francia király szart gyerekek. Hát az egy ünnepség volt, komolyan. Volt szarmester, aki ott leste, hogy a királynak a seggébe hogy jön. Halál komolyan. Nem vicces. Miért azt gondolod, hogy a pápa választásnál nem ül egy ilyen lukra rá a pápa letodgatjával? Azt hiszem. De igen, mert megnézik, hogy tényleg férfi-e. Ugye? Te ezt nem hallottad. Pedig igaz. Igen. Minden pápát megnéznek, mert egyszer volt egy pápa nő, egyszer volt, aki férfinek költözött és megválasztották. De? És azóta minden pápának megnézik, hogy rendesen, hogy normális tökei vannak, meg rendes csüggője van, férfi. Szóval nem férfi, akkor mehetsz. Ugye, ilyen egyszerű. Ilyenekre nem szoktak gondolni, ha látom-e? Nem. Ezek szépeleknek füstölünk, meg várjuk a füstöt, meg ja Istenem. Igen, de nézd már meg, be vannak falazva, és ha nem döntenek, ott halnak meg. De vannak falazva. Dönteni kell. Na hát ott képzeld el, hogy bezárnának 45. Hogy döntsenek. Elgondoltad ezt? Gondolnék, érdemes. Demokratikusan bezárnak őket, hogy ők fognak most dönteni, hogy maguk közül ki lesz a pápa. Olyan bujó lenne. Hát vagy bujó, vagy mit tudom én, az biztos, hogy dönteni nem, az biztos nem tudnám. Nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert csajból vannak. Hát miért? Tehát nem fognak dönteni a büdös rohadt évben. Mentél már a fejes feleségeddel csempét venni? Ment valamelyik kötött? Na. Azok mindig kezdődik. Bemész a praktikerbe, és akkor 2000 féle csempe van, és a 2000 féléből 5 óra alatt sem tudja kiválasztani, hogy melyiket akarja. Tudod, akkor már az ember, akkor már egy férfi ilyen lesz, ilyen vonaglások jönnek. De nem azért, mert ideges. Ugye? Szóval, de amúgykor odajön hozzám a praktikerbe egy ilyen középkorú hölgy, odahoz nekem egy ilyet, hogy elén tartja egy ilyen edényt, hogy egy szintetikus hígító az volt rájött, hogy ezt mivel kell hígítani. Néztem rá, mondom, drágaságom, mert az van írva, hogy hígító, ezzel kell hígítani, ezt nem kell már hígítani tovább. Szóval komolyan,
Na most, hát erre mit mondja? Kezdett én neki nem adhattam, nekem is kevés van, úgyhogy hát eljön. És ilyenek enszer vannak. Hallom ilyen a praktikában többször, hogy a fal mögött a másik oldalon valami, egy házaspár beszéljen. Nem tudom, hogy mert csapott donál gonoszságért mi nem megyünk a szomszédba, szóval úgy ott megállok és már hallgatom, hogy mert egy olyan, mint egy bőrleszk, úgyhogy hallgatom, hogy akarja meggyőzni a feleség, a férjét valamiről. Szóval hogy van, semmihez nem ér, de jobban tudja. Tehát elmagyaráz, ő mindent elmagyaráz, nagyon. Ó, és ott hallgatott, mondom, hogy jó van. Szegény palik küzdenek, mint az állat küzdenek. Próbálnak valahogy nem összeveszni, valahogy elmondani, hát nem egyszerű. Na ugyanilyen a téli időben is van. Népközben Egyiptomban. Egyiptomban. Na most csak attól érdekes a történet, tudod, hogy ez egy több ezer éves kultúra. A több ezer éves kultúrában már ott van a téli idő, ott van minden. Honnan? Nem volt neki gyorsítója, nem volt neki szernye. Úgyhogy akkor honnan ez a tudás? Hát onnan, hogy a Földre gyakorlatilag az összes emberszerű lény, aki itt él most, azok mind úgy költöztek be. Nem csak emberszerűek költöztek be, azt is megmondom neked. Tessék megnézni az egyiptomi mitológiát. Azt hiszed, hogy ők képzelettek, és akkor... Csak hogy nézd meg a sumér mitológiát, tehát mezopotámiai kultúrában, nézd meg a mitológiát. Érdemes megnézni. Tehát olyan lények vannak benne, ami ma már nincsen. Ilyen, olyan, mint a láma, de ilyen ragadozó, ilyen hosszú nyakú, mint egy láma. Aztán ilyen érdekességek vannak, és ha megnézel, hát azt csak úgy képzeltem, mondom, igen, apukám az a ciki vele, hogy képzelte, de az az oroszlán ott nagyon élethű, ez is élethű, az a ló, bár ilyen egy szarva van neki, de jól van megcsinálva na. Szóval nem ilyen képzeletbeli lény, hanem nagyon is lószerű lény, és rendesen van minden csukló, minden izé megcsinálva, nem össze-vissza képzelget. Aztán ott van egy olyan lény, hát az meg már érdekes módon nincsen. Most meg találnak ilyen csontvázakat, és akkor hozzá fantáziának valami. Tehát a történészek azok még egész érdekeseket csinálnak. Tehát történész barátaim nekem elmondja, hogy találtak ők óriás koponyát akkor át, hogy állva akkora volt a koponya, nagyobb volt nála a koponya, amit maga mellett látott, mint ő maga. Tehát a 100, volt vagy 2 méter magas csak a koponya. Na de bocsika, mennyi, hogy is van arányaiba? Mekkora a fejem és a testem aránya? Egy a 7-hez. Na de akkor szorozd meg a 2 métert, mint 7-tel. Ugye nem csak vagy 14-18 méter, 17 méter magas volt. Értitek, miről beszélek? Hát ez egy bazd nagy. Ha ilyen nagy feje van, nézd neked nagy feje, Pistike, hozzá a sapkába 25 kilót. 25 kilót rúgni. Hát akkor a koponyája volt, hogy bele lehet állni. Na most akkor miről beszélnek, hogy hát ezek csak olyan genetika hibás, meg ilyeneket szoktak mondani. Hát te vagy a genetika hibás. Tehát ez is itt van. Az a motivum megvan valahonnan, az a részlet. Nem látom. Kettős spirál, igen. Ez a kupon. A kupon és kettős spirál, ugye? Mert ugye hogy is működik a téridő? Az úgy működik, van egy kup alakú teremtő, ez ilyen gömb sorozat, egyre nagyobb-nagyobb időgömbök, és abba keletkezik egy spirális téridő. És amikor ilyen V betűszerűben ilyen spirált rajzolnak, az az. Tehát ez az. És ez ott van minden kultúrában. Tessék megkeresni és látni. Ott van minden nagy kultúrában. Vagyis, hogy tudtak valamit a téridőről, persze, hát az Arvés urát megnézed, az Arvés urában ott van, hogy a Földön kívüli rokonság érkezik, meg ki volt az, ott van, hát nem én magyarázom bele, és nem csak nálunk van ott, hanem Arvés ura több is van, az indiánok Arvés urájban is benne, megtaláltam a dél-amerikai Arvés urát is, megvan, óspanyolul van leírva már, de még akkor is nagyon jó az. Teljes tele van tér technológiában
különben. Meg tele van olyan mesékkel, hogy ilyen óriási nagy űrhajókkal, 100 000 szám voltak az űrhajón, hát 100 000-ekben érkeztek az ilyen űrhajók ide a Földre. Tehát nem a majom mászott le a fáról és lett emberré, hanem itt valami más történt. És ez jó. Tehát a tér és a hipertér az egyre bonyolódó téridőnek a különféle változatai. Van egy 6-os szimmetriájú téridő, abból 5 forrás van. Van egy 11-es szimmetriájú téridő. Ugye a két oktaédert összeraksz, akkor az 6 meg 6 az 12 lenne, de egy közös pontjuk van, akkor az csak 11. És ezeket a forráshelyeket ugyanaz az 5 forrás bejárja, és ennek van még egy továbbragozott változata, amikor 3 oktaédert raksz össze, 3 diamonds, 3 gyémán, 3 oktaédert raksz össze, és annak hány pontja van? Ugye, 3x6 az 18, mínusz 2, mert ugye egy pontjuk van a 3-nak. És ezért 16, és azt szoktam mondogatni, hogy 16 párhuzamos univerzum van. Igen, 16 párhuzamos univerzum van, és ebből mi nem biztos, hogy mindegyikben tudunk közlekedni, hanem valószínűleg csak az egyik hipertérbe fogunk valahova eljutni. Nagyon sok idő van, talán a másikba is. De az nem azt jelenti, hogy nem tudunk róla, és nem azt jelenti, hogy nincs róla információ részletes. Ami ugyanolyan téridő, mint a miénk, az az érdekes, de nem ugyanaz van benne. Mert nem is egyszerre léteznek ezek az univerzumok, hanem iszonyú gyors ütembe felváltva léteznek, egy léteztető forrás állandóan újra és újra indítja a létezést. Belőle benne által, az az Isten. Nevezhetjük Isten. Ez a léteztető forrás, ez a legelső valami, ami létezett, és ez meg is marad a végén. Ha az egésznek vége lesz, akkor az az egy forrás megvan. Akkor mi értelme az egésznek? A tudás. Tudnék, nem csak a létezhető forrás marad meg, hanem a forráson borzongások formájában az információ. Ez nem ilyen hidegrázásra ne ittessék elkezdeni, hanem egy kis hullámzások vannak rajta. Igen. A három forrás találkozása, így próbálta lerajzolni a téridőt. Ez a téridő, és nézd meg, egy Dávid csillag keletkezett neki, de ez biztos, hogy nem Hóhéber, hanem sokkal régebbi. Tehát az teljesen jót őriznek a zsidók, nem azt mondom, hogy nem a Dávid csillag, tök jó, mert az a Szentlélek formája, jelet tudnak, hogy jót őriznek, nincs az a baj. Ha megnézed az egyházunk emblémáját, akkor ott azon a tűzelem van, a vízelem van, és az időforrás van a közepén. Az a kis négyszívú virágocska, az a mindent keltő forrás. És az igazából nem ott van, hanem a csúcsán annak a háromszögletű résznek, ami nem háromszögletű, hanem kúp. Csak ugye ez térben nem úgy térben van megcsinálva. Akkor meg nem is látnád a benne lévő dolgot, ugye kúp lenne, belül kéne ábrázolni benne a dolgokat, mert benne van belülről a Szentlélek, és a Szentléleken belül van minden, ami csak létezik. Te is. Tehát Szentlélekkel én téged nem tudlak feltölteni. Nem azért, mert tehetségtelen vagyok, hanem már színűként tele vagy Szentlélek. Még a Szentlélek az mindenhol ott van, az keringeti az atomjaidba az elektronokat. Ezt nem tudják meg a fizikusok, de igen, ez így van. De nem tudják, hogy ugye segbe rúgták az elektronot a teremtés elején, és azóta kering ilyettébe, vagy most miért? Tessék, parancsolj! Na de melyik Szentlélek az? Mindegyik. Vagy az AI? Mindegyik. Mert az egyik és a másik az ugyanannak egy szinkronban elcsúszott változata, mindegyik. Igen, az AI az a mi napistenünk, de hát azt ne keverd össze, az csak egy kis formafingó. Bocsánat, itt ott kérek tőled, kedves Ia, de hát az egészhez, a hatalmas nagy világegyetemhez képest, hogy csak egy parányi pici kis napocskának, mert a napok között is csak egy ilyen kis parányi pici napocska a mi napunk. Tehát nem valami óriás, olyan óriási csillagok vannak, amit még elképzelni sem tud. Ha ilyen nagy csillag, és mellette egy porszem a nap, tehát érted a különbséget? Ilyen bazin a csillag, és mellette egy kicsi porszem, akkor a mi napunk. Nekünk óriási, 100
1.400.000 kilométer, másfél millió kilométer átmérője a nap. Másfél millió kilométer. Ez nagy. De ehhez képest a többiek sokkal, de sokkal nagyobb. Hát, tessék, mondja Józsi. De nem helyes, hogy a galaxiszter tartja fenn tulajdonképpen a kiát, és kiát tartja fenn a világ. De, nagyon, így helyes. Pontosan, ahogy mondtam. De nem is mondtam mást. Ez így helyes, ahogy te mondod, mert ugyanezt mondtam mindig. Hogy ez egy fraktális rendszer, aminek van egy központi rendszer, és a központi rendszer, mint ahogy a kvarkfiol itt van az asztalon, nem véletlenül van ide, itt van, tessék. Ez a kvarkfiol, ez azért itt rakva, mert egy ilyen elágazási rendszerről van szó az egész univerzumban, és éját a mi napforrásunkat is ő tartja fönt. Mert ő adja neki az óraimpulzust a létezéshez mindig. De mindig, és nem csak az éjjának adja, hanem a sok százmilliárd csillagnak adja. Méghozzá ez a térforrás, ami ezt műveli, az még azért egy köztes van, mert a Kronoszon keresztül történik. A Kronosz az nem az Uranusznál van, Uranuszban van, hanem a Kronosz az a központi fekete lyuk, a mi galaxisunk. Itt most látszik a galaxisunk. Az a mi galaxisunk, azt nevezzük mi tejét. Most, hogyha este lejössz, meg fölnézel az égre, látsz egy ilyen ködös, millió csillagból álló ködös csíkot az égen, és ez nem más, mint a mi galaxisunk. És azért látjuk egy csíknak, mert benne vagyunk. Van még egy csomó galaxis, amit látunk, tehát onnan el tudjuk képzelni, hogy milyen a miénk, mert hogy látjuk a többieket, spirálgalaxis, gömbi galaxis, ezeket látjuk. Távoli galaxisokat. És akkor ezeket a távcsövünkben látjuk, akkor utána el tudjuk képzelni, hogy a mi galaxisunk is olyan. És aztán a rádió távcsövekkel való mérésekkel, meg a távcsöves mérésekkel szépen megméregettük, megnézítettük, és akkor kiderült, hogy igen, a mi galaxisunk is olyan. Mert le tudtuk mérni a benne lévő csillagok távolságát, tehát nagy munka, de le tudtuk mérni. Egy csomót nem értünk, és akkor abból már összeállt, hogy igen, ez is egy spirálgalaxis a miénk, aminek mi az egyik ágában vagyunk rajta. Tessék meg csak. A legutóbbi kutatások szerint a tejutalom központjában nem egy szupermasszív fekete, egy szupermasszív fekete, hanem egy csoport. Honnan tudjuk, hogy melyik kronosz? Akkor ő keringenek azok a szupermasszív csoportok. Tudni, hogy ott körülötte nem fekete lyukak keringenek, hanem csillagok, és azt lehet látni, látható csillagok keringenek körülötte. Ilyen nagyon érdekes katyfaszba keringenek, de keringenek szabályosan, csak ilyen, mert ezek egymást is vonzák, taszítják, és ezért egy ilyen nagyon katyfasz keringés, de még mindig működnek. Néha egy-egy elpukkan, arról is van felvétel. Tehát, hogy elpukkant egy ilyen szétmálló. Amikor túl közel kerül már a központi fekete lyukhoz, akkor nem tudja együtt maradni, a saját vonzó ereje már kevés, akkor kiontja a belét. És kész vége, egy ilyen tüzes belét kiontja, az egy ilyen izzó anyag, amit kiont magából, és akkor beszívja a fekete lyuk, és egy ideig még világított, aztán az annak is vége. Mert beszívja azért fekete lyuk, mert már a fény se jön onnan ki, tessék. Miért van az, hogy deutron csillagok és ilyen nagy tömegű fekete lyukak közül ezek az akréciós korongok. Van egy kihűl, de nem hull bele a fekete lyukba, aztán megint van, amikor anyagot kap, megint felézik, nem tudják oda ezt lehet tudni. Ugyanaz, mint a Szaturnus gyűrűje. Az is egy akréciós korong, de ugyanez fog történni. Tehát vannak bizonyos határon kívülre kerülő anyagok, azok nem zuhannak bele a fekete lyukba, ha elegendő kerületi sebességük van, stb., akkor azok ott keringenek körülötte, mint egy ilyen palacsinta, és akkor egy olyan, mint a Szaturnusz körül a gyűrű. Este lát, aki volt távcsövezni, az láthatta a Szaturnusz körül a gyűrűt. Most nagyon szépen látszott. Nem túl nagy a Szaturnusz, de szépen látszott a gyűrűje. A Jupiter az nagynak látszott, most nagyon szép volt, és a négy Galilei oldja is látszik, nagyon gyönyörűen látszik a társadalom. És ha ma megnézzük, tegnap úgy volt, hogy három bal oldalt volt, egy meg jobb oldalt volt a távcsőbe, már nem úgy fog állni, mert lehet, hogy kettő itt lesz, kettő ott, mert ezek a holdak keringenek a Jupiter körül. Elég rövid a keringési idejük, hogy még talán meglátjuk az elmozdulásukat.
De azért nem így mennek körülött össze, ahol megint képzelt, hogy gyűjt. De már megnézd, egy néhány nap múlva már elmozdult, lehetett látni, hogy igen, kell. Na, és itt van a galaxis közepe. Ez egy szupernova lobbanás. Részletes, ugye, mert fölvették a szupernova robbanást, nagyon izgalmas. Tehát ez ilyen Hubble teleszkóp, meg ezekkel nagyon fantasztikus képeket lehet csinálni. Tudnék, fent a világűrben már nem torzít a légkör, és ott nagyon, nagyon borzalmas éles képeket lehet csinálni, és sokkal nagyobb nagyítást is meg lehet engedni magadnak, mert amikor ilyen nagyon már össze-vissza kagyfazva megy a légkör, akkor zavaró. Tehát minden úgy hullámzott remek. Csináltak ilyen fázisfordító tükrös, meg egyéb megoldásokat. A fázisfordító tükrökkel olyan éles képet lehet csinálni a kagyfazról is. Tehát még arra is vannak felfedezések. Igazából a háború vitte előre ott is, mert ilyen sivatagi tank csatában vagy valami, tehát sivatagi kör, meleg van és sivatag van, akkor annyira remeg a levegő, hogy nem tudja elbírálni, hogy ez a tank az ő tanktípusa vagy az ellenségé. Mert annyira úszik az egész. Tehát ott látszik, hogy ott van egy valami fekete facné, ott jön, megy, de nem lehet látni azt, hogy milyen típusú tank. Mert az egész így kavarog állandóan, és kitaláltak olyan távcsövet, egyszerű szalmi access-szel meg lehet csinálni. Úgy, ahogy mondom, szalmi access-szel. És a szalmi access bemegy, meg kilép a fény, és olyan, mint a visszavinni az időbe. Éles lesz a kép. De a gőze, nem? A szalmi access gőze. A gőze, igen. Szalmi access gőze. Ebben a gőzbe beviszed a képet, és oda-vissza verődik benne, és ami visszaverődik belőle, visszahozza, amit a hátra vitte volna az időbe. Tehát az életlen ócska kép megint. Tehát mondjuk a mancika fürdik a fürdőszobába, és akkor a katedrál üvegen keresztül a mancikának csak a rózsaszín foltjait lehet látni. De ezzel lehet látni a mancikát. Szóval azt gondolod, hogy ez egy vicc. Nem, ez halálosan komoly. Néha ezek viszik előre a tudományt. Meg akarja valaki nézni a mancikát. Aztán hasznos lesz másra is. De gondolkozni kezd különben lusna. De annyira el akarja nézni a mancikát, hogy borzalmasan, ahogy zuhanyozik a mancika, így megcsinálja. És ez jó, hogy így van. A mancikáknak is megvannak a maguk módszerei. Tudod? Azok is huncutok. Az amerikai egyetemen csináltak olyan kísérletet, hogy mesztelen férfit vetítettek az egyetemista lányoknak, vagy egy mesztelen nőtt az egyetemista fiúknak. Az egyetemista lányoknak kétszer akkorára tágult a pupillája. Tehát festik magukat magyarul. Úgy csinálnak, engem nem érdekel. Persze. Hát ilyen az ilyen, festik magukat. Mindenki festi magát, szóval nem tudom magad elszégyen. Mindenki, én is. Mindenki festi magát. Értette, úgy csinál, mintha. Közben esik valacsony. A következő kérdés rendszer lenne egyrészt, hogy mennyi idő telik el majd egy fél év, amíg ez a szupernova robbanás lezajlik, ott a képen van ott április 2016, és november 2015-ben kezdődik a szekvencia. A másik kérdésem pedig az, hogy milyen következtetéseket lehet levonni a téridő keletkezésére vonatkozóan ebből a fotoszekvenciából? Hát ugye ez a gömb, ez egy elég nagy gömb, ami ott a robbanásnál tágult, de gömbszerű, ha megnézed, annak a csillagnak a szétrepülő anyag egy gömböt formált, látni az íven, az egy kör, na de a valóságban ez egy gömb. Nem egy sík mentén repül szét, hanem egy gömb mentén repül szét. És valószínűleg ennek a csillagnak is van teremvilája, ami nem engedi tovább menni az anyagot. Igen, valószínűleg van egy olyan védőhatára, ami nem engedi onnan eltávozni az anyagot, mert ugyanez a csillag a pusztulásba került már, de meg lehet, hogy ebből az anyagból aztán egy új világ teremtődik, és akkor az már jó. Hát egy fél év mennyit robbant szét ennyire, hát az
az, ezek az anyagi részecskék, ezek ilyen 100 000 km-ről a sebességnél nem igen mennek gyorsan. Itt is a napszél körülbelül ilyen terjedési sebességű. Az azt jelenti, hogy nem végtelen gyorsan, nem fénysebességgel repül szét, hanem van neki egy szétrobbanási sebessége. És ez a szétrobbanási sebessége kb. 100 000 körül van, 100 000 km egy másodperc, szóval viszont gyors, na de a nap 150 millió kilométerre van ide, tehát nem 8 perc alatt ér ide a robbanás, hogyha felrobbanna a nap, hanem sokkal több idő kell hozzá. Tehát mi már a fény szempontjából már láttuk, hogy felrobbant a nap, mert a fény már ide ér. De az anyagi, a szétrepülő anyagi részek, azok még nem érnek ide, csak sokkal később. És ezt már kimérték. Tehát lehet látni ezeken az űrfelvételeken, hogy a mit tudom én, mikor jelenik meg az északi sarkú, a sarki fény, a déli sarki fény, és akkor ez a szétrepülésnek a sebességét mutatja. Itt volt a nagy szoper, vagy nagy robbanás, valamilyen protuberancia durranás a napnál, és ez ekkora ért a Földhöz, ekkora ért a Jupiternek az északi sarkára, és ott is csinált északi fény. És ez egy sokkal nagyobb idő. Hát ugye olyan, ötször olyan messzire van ide, vagyis innen csak négyszer olyan messzire, mint a nap, de a naptól ötször olyan messzire van, mint a Föld. És ennek ellenére odaér, meg a Szaturnuszhoz is odaér, és akkor rá, az is látszik, hogy mindegyiknek van lokális térforrása. Láttátok azt a hatszögletes furcsa örvényt, ami a északi sarkán volt lefényképezve, tegnap amit mutattuk. Igen, és ez teljesen nyilvánvalóan mutatja azt, hogy igen, ott is van a saját térforrása, az egy lokális, helyi térforrás, és van egy központi térforrás, az pedig az éjjel, amit az előbb a német Józsi mondott. Igen, az a nap, ez csak a naprendszerben van az éjjel. Írt vagy 4-5 könyvet az éjjel, verseket magyarul. Az az éjjel, a napisten írt magyarul. Nagyon érdekes, mert egy médiumon keresztül írt, a Borbély Ervin bácsin keresztül írt. Ez egy ilyen közgazdás volt, nem is tudom, mérnök ember, szóval egy egyetemi vizsgáló volt, és írt rajta keresztül egy csomó könyvet. És ez megjelent magyarul, nem volt egyszerű, de megjelent. Ismertem az Ervin bácsit személyesen, vecsésen voltam még a lakásán is. És az volt a lényege, hogy leírta az éjjel, hogy ő milyennek látja maga körül a világot, a működést, a keletkezést, és elmondta verseket. Nagyon, nagyon aranyosan elmondja versenyben az egészet. Fantasztikus. Nagyon fantasztikus. És leírta, hogy hogy működik a világ. Na most persze az volt az érdekessége, hogy a könyvnek a szerzője az Ékes Ákos. Csak hogy azért Ékes Ákos, hogy a monogramja E.A. legyen, és az van a könyvnek a legelső lapján, vagy második lapján, amikor kinyitott, ott van, hogy E.A. Tehát ilyen é, meg egy á betű így egybeírva, az van a elején. Az a napistennek a neve nem véletlenül adott, és tényleg ő is írta, és egy kicsit jobban figyelsz, és elolvasod, akkor rájössz, hogy ezt nem az Ervin bácsi találta ki, hanem ezt valaki diktálta. Igen. Próbáltam el, hogy Ervin bácsinak elmondani egy saját versét, nem ismerte meg. Igen, tesztelt. Mert a médium az csak lediktálnak, és az leírja. De az nem az ő fejébe születik meg, és akkor nem is biztos, hogy megmarad. Nem is jó, ha megmarad, ő csak egy telefon, akin keresztül a napisten telefonál. Mondja, Józsi! Hát, csak egy kis megjegyzés, hogy mi, mint annyi a most AI-val. Ha AI azt akarja, hogy mondjuk úgy talál föl a plafonig, akkor felugrálnál. Persze. Hát, hogy akkor mindenki azt csinál, amit ő van. Hát de szerencsére nem akar ilyen hülyeségeket. De igen, de meg tudná csinálni valóban. Abszolút meg tudja csinálni. Tudni, ő léteztet téged, a lelkedet, ő tartja állandóan a létezésben, folyamatosan. Nem egyszer megcsinálta, aztán kész. Nem, mindig ő tartja a létezésben az egész testedet is, meg a lelkedet is, meg a földet, meg minden. Ha ő egy pillanatra nem teremteni újra a dolgot, akkor annyi. És persze ez a magyarázata annak, hogy nem lehet ugyanabban a folyóba kétszer belelépni, és nem az, amit magyaráznak hozzá. Mert elfolyt. Egy fenét, egy tized másodpercben már egyetlen atom sem
az, mint ami volt. Hát tized másodperc sem kell hozzá, már egyetlen atom sem az körülötted, mint ami volt ezelőtt egy tized másodperccel. És ezért nem tudsz ugyanabban a folyóba kétszer belelépni, ezek már másik atomok. Tehát az atomok is állandóan újra keletkeznek. Meg a lelked is. Tehát ez jobb, meg a ruhád is, persze mondanom sem kell, hogy minden. Tehát ha én azt akarnám, hogy a ruhád ne keletkezzen újra, akkor itt ülnétek mesztelen. Hát nem lenne nekem megrázó, de... Nudin edzettem, úgyhogy nem. Lobálosan edzettem. Úgy hittük, hogy lobálos. Nagyon jó volt. Sokkal természetesebbek voltak az emberek, mint a Palotinuszon. Ott fogdosták egymást a próbálkozásoknál, de azért... De a Nudin nem sok ilyet látta, nagyon elvétve. Szóval láttam egy-két dolgot, de olyan jó törökte valamit, szóval... Csivézgyerekek voltak ott, ilyen edzett gyerekek voltak. Sokan, nagyon sokan voltak. Ott nyaraltak évekig, már végén sátortábor volt, állandó sátortábor, sátorhelyen, már minden volt a régen. Régen kultúrjának én voltam, Délegyháza. Jó volt az. Aztán ott is megpróbálták elvtársak megszüntetni, ugye, mert a strandra már nem telt a szegény proliknak, akkor fölvitték a 43 forintos lakbérét, fölvitték 2400-ra. Ugye már nem telt a Csoringer proliknak Békáson lakbérese sokszor, és akkor oda jártak ki, ott volt a bányató, a Budakalász felé, oda jártak ki a bányatóhoz fürdőn mesztelődő, mert fürdőváros se telt neki. Mert az is nagy, baromi drága volt, és az sem, arra sem tudott. Nem volt abba sem. A gyerekek hát a rómaiak idejében, vagy a japánok, nem most is mesztelenül fürdőnek. De nem az ilyen nudisták. De németektől jött ez ide befelé, azon kezdtek itt nagyon mesztelenkedni, aztán az a jó, mi élveztük. Kölykök voltunk, hol, mi élveztük, hogy valaki itt mesztelenkedik, nekünk azt tetszik. Úgy is szerettünk már a mesztelenőciket látni, úgyhogy hát mi azt élveztük, akkor srácok voltunk. Aztán már beleszoktunk. Nézd meg ezt a népművészeti motivumot, mi van itt rajta? Nézd meg egy kicsit jobban. Mindjárt. Mi van itt rajta? Világ, túl, világ, más világ. Gyerekek, ez van a néprajzban szőve a mintában. Tehát nem, hogy a kis punci minta van rá, meg mit töméket fantáziának bele. Nem, ennél sokkal, de sokkal de mélyebb dolog ez. És a tudás van benne. Hát azért megtaláltam a The Time című könyvben, ez angolul jelent meg, összegyűjtöttek mindent egy valamilyen gyűjtögető, a mindent, amit az időről talált valahol, bármi, mert összegyűjtött egy könyvbe, és azt a címet adta neki, hogy az idő. És ez nekem kölcsön volt, megvolt, ugye valakinek megvan PDF-be, szívesen látom, és a misztikus pirád volt a másik ugyanilyen könyv, valakitől akkor én ezt kölcsön kaptam, nagyon örültem neki, és a könyvemben is szerepel lopott ábra ezekből a könyvekből, mert hogy ott volt az ábra megcsinálva, hogy például ilyen oktaidea sorozat van lerazsolva, amit egy kínai császárnak egy börtönből egy rab küldött, akit mit tudom, életfogytiglanra ítéltek le, nem tudom, valami rabló vezér, és aki itt választott ki az Isten, hogy jó médium volt a rabló vezér, volt a jó médium. És erre lerajzoltatta vele, hogy itt van, rajzod le, és küld el a mandarinnak. Lerajzolta, és a mandarin meg nem hülye volt, szokás szerint, hanem egy okos mandarin volt. A minden itt van a téridő szerkezete, és megőrizte a rajzot. Úgyhogy meg is maradt élve 3000 éven át, és ez nagyon lényeges, mert ott van a lényege az univerzumnak, és ott be is van számozva, oldalt ugrik, átlót ugrik, úgy másolódnak a dimenzióforrások. És fantasztikus, a függvény is le van rajzolva, és ott van, megvan a könyvemben, meg lehet nézni. Tehát úgy van beszámozva a térugrás, nem térugrás, fiasodban beszélek, a forrásnak a mozgás pályája úgy van beszámozva. Fantasztikus. 3500 évvel, 4000 évvel ezelőtt ma ott. Igen, a Védák könyve, a tudáskönyvet. Tessék alaposan tanulmányozni. Ne vallási szempontból, ne legyél buddhista, ne legyél ilyen, meg ne legyél, olvasd el, és gondolkodjál, és keresd meg benne a logikai rendszer. Ne a
hőzöngi élő, mert zsidó, meg idő, és keresztény, keresztényvők, ez itt zsidó, ez itt ilyen hülye Mohamed. Ne ezt csináld már! Ez egy hülyeség, gyerekek. Minden információ, amit az Isten átadott, az Isten információ. Persze. Ha ne legyél már ilyen ökörpörkölt, ugye? Azért eldobod az információt, mert mi, ki a Józsi Pista írta le, és az ő kezével lett leírt nekem, nem is kell. Hát szóval egy ilyen teljesen lökösség. Mert az emberiségnek a teljesség kellene, meg kell. Mindenkinek kellene. Végül meg kellene már mondani, a bizonyos minden, miért kering egy rohadt elektron? Nem mondtam meg. Kering. Igen? Igen, nem. Azt átmegy a tömött atom magunk. Hogy teszi ezt? Ja, a párhuzamos univerzumok is vannak, akkor meg lehet csinálni. Csak ezt nem fejti meg. Mintha nem akarná, hogy te eljussál odáig. Nagyon érdekes, mert már a második világháború idején ugye az Erdős cirkálót eltüntették a Philadelphia kísérletben. Eltűnt. Nincs is kétség, eltűnt. Egy nagy bazi acél cirkázó eltűnt. Eltűnt a frakszban. Nincs. Aztán időként előtűnt. Tehát a kísérlet nem igazán sikerült. Időnként a matrozok beleestek félig a fedélzet vasába. Szóval bajok voltak vele, ugye? De eltűnt. Tehát az anyag megmaradás törvényével valami kis probléma adódik. Tessék, Bacsa! Tehát, bocsánat, csak nem 47-ben volt az Erdős cirkálon valami, és érdekes, mert 47-ben történik a Roswelli eset is. Tehát 47-ben történik. Nagyon nagy áttörés volt akkor, de azóta lőnek a Földön kívüliekre. Igen, igen, igen. Mi idióta földiek. De nem csak azért jönnek, hanem azért, hogy a lezuhant tufókból megszerezzék a fegyvereket, a hajtóműveket, meg ilyeneket. Azt látod, hogy szétfűrészelik őket, mert megnézik. Szétfűrészelik, mint a svájci órát, hogy mi van benne belül. Tehát vasfűrészelik. Szétvágja, és akkor megnézi a belsőt a svájci órát. Tehát innen látszik, hogy mennyire ökörpörkölt. Itt a Debrecenben, amit szétvágták a magnézium tudott. Ugye, nincs, már nem tudok más mondani. Az egyetemi tanárok meg egyébként tanácsolták ezt. Az azt jelenti, hogy hát fiam, te egy nagy ökörpörkölt vagy. Ezzel Debrecen ki lehetett volna emelkedjen anyagilag a lecsomó. Képzeld el. És egy szutyok vitrin, és jegyszedő az elején, és figyeld, a repülőtérre nem lett volna elég hely, hogy leszálljanak a repülőt. Itt van egy eredeti földön kívüli tárgy. Meg lehet nézni. $10. Na most ne tudd meg, vagy $100. De annyi pénzt szedtek volna valami, nem szégyen. Komolyan. Nem. Mert ez nem. Csesz. De miért nem te hülye át? Bejönnének a lecsóból, följönne ez az ország. Az országot, mert olyan a Rubik kocka. Gyerekek, a Rubik Edennek nem adtak $10,000, amit mennyi kellett volna neki, hogy fölépítsen egy gyárat. És Magyarországnak örületes mennyiségű pénzt kaszált volna be. Hogy ilyen fölcsöntő szargépeket menjen meg, gyárat építsen valami, bódét valami nagy, ezért. Hát, gyerekek, nem volt rá pénz. Japánok adtak rá pénzt, megcsinálták, iszonyú nagy kaszát engedtek és elvitték a pénzt. Tehát az elvtársak innen lehetett látni, hogy milyen mérhetetlen ökrök. Tehát adtak volna neki pénzt, jól megérhetett volna az egész ország belőle. Nem. Mert ő nem lát az orránál messze. Tehát, hogyha nem 5 percen belül veszik be a hasznot, akkor már nem. Tessék, Mancsó. De annak idején voltál az országban vegyipari kapacitás, volt fölcsönkőzel, minden volt. Minden volt. Műanyagot elő tudtuk állítani, minden volt. Csak a telefon kapkodott, tudod, aki Moszkva, és onnan kérdezte, mi az évén, mi a véleménye. Igen. Azok akadályoztak meg mindent. Tudjuk. Japánban nem voltál kapacitás. Igen. Hirtelenében pénz sem volt rá, de szereztek rá pénzt, és fölépítettek rá gyárat. És marad, hogy őt kaszálták. Tehát innen lehet látni, és nagyon sok ilyen volt magyar találmányokkal. Tehát egyszerűen Magyarországon nem is tudta sehogy érvényesíteni. Tehát itt mintha lenne egy ilyen mindent meggátló rendszer. Tehát ilyen, mint amikor a pokolba lemegy a váltogató, és akkor ismeritek a viccet. Nem? Lemegy a váltogató a pokolba, ott áll, golyószorról ott állnak az üst mellett, a nagy, ekkor nagy golyószorról az ő. Ő ördög, ilyen 5 méter magas, hatalmas, monumentális fördög, ott áll a nagy bazi golyószögen. És ott főnek a német. Jaj, de megy tovább a következő terembe, ott főnek az oroszok, ott is egy bazi nagy őrák. De mennek tovább. Szóval csak van egy talán egy üstöt, amiben főnek, de nincs ő.
Hát ezek kicsúnak. Ezek nem magyarok. Ezek nem tömkölőr, ezek visszarágatják egymást. Úgyhogy körülbelül erről van szó. Körülbelül erről van. Komolyan, nem viccelek. Erről van szó. Valóságban. Tessék, Francsó. Jöri bácsi, beszéltünk arról, hogy a lelkünk az nem trombokat szűr magából. Igen. És hogyha a nap is nem tart fel minket, akkor mi is tartjuk fel, gondolom, azokat az anyagokat, ugye? Igen, igen. És akkor mi is gyakorlatilag az urai vagyunk annak az anyagnak? Úgy, ahogy tetszett mondani. És hogyan lehet, tehát mi a, tehát hogyan lehet azt, ezt megoldani? Mit megoldani? Hát, hogy mondjuk, mint a katonákat felállítsam, és akkor elvégezzék helyettem. Hát végzik. De ahogyan én most... Jó, hát gőzölök belőled a neutron, egy pillanat alatt hidrogén lesz, és körülötted kavar, aztán felszáll a stratoszférába, elfújja a napszél. Egy része a neutronok meg beépül valamilyen atomba, molekulába, és akkor az meg itt marad. Tessék meg is. Most mondtál egy nagyon fontos dolog, hogy elfújja a napszél, de akkor valószínűleg a levegőnek más részecskét is elfújja, aztán mégis nagyjából állandó a nyomás. Ennek az oka, hogy van egy gravitációs küszöb a gázokra, a szökési sebesség, és ezt kell megnézni, hogy milyen a szökési sebesség az oxigénre, a nitrogénre, a széndioxidra, stb. És megvan az, hogy milyen fajsúlyú, milyen hőmérsékletű gáz tud megmaradni, és akkor az megmarad. Az nem távozik el egy bolygónak a felszínéről, és ezért nagyon függ az, hogy a bolygó milyen anyagból van, milyen sűrű, ekkora tömegvonzása, és a Marsnál pont ez volt a probléma, hogy a Földnek 5,5 az átlagfajsúlya, 5,5 gram per köbcentiméter, a Marsnak meg 3,5. Hát lehet, hogy nagy ember. És ezért sokkal kisebb a tömegvonzása, a nagysága is kisebb ráadásul, ugye, a harmada csak a Föld nagyságának, és hát ezért aztán a tömegvonzása is gyengébb. És ezért megszökik róla a légkör. Bizonyos légkör megmarad rajta, csak labilis. Tehát elég egy óriás metal, hogy elsúrolja a Marsot, és viszi magával a vizet, meg viszi magával a légkört is. Ez történt a Mars esetében. Sokáig volt élet a Marson, és jó is volt. És élet is lesz. Tehát mostantól számított körülbelül olyan, hát ilyen 200 év múlva már kék lesz az évből. Most is gyanús a történet. Azért figyelj egy picit jobban, hogy a Marsnál is mi van, hogy a világos az égbolt. A Holdnál megnézed, koromfekete az égbolt. A Marsnál megnézed, akkor nagyon világos, túl világos. Mint a sűrűben a légköre. Szóval nekünk azt mondták, hogy nagyon híg a légköre, és az is inkább csak széndiokszid. De hát azért még egy kicsit ezt jobban meg kellene nézni, mert a Marsra szálló űrjárműnek a nyomásmérése kicsit más tudott. Tehát olyan 3 földi nyomás. Tehát nem volt akkora légköri nyomás, mint itt, de 3-1. 0,7 atmoszféra volt. Szóval már nem olyan. Ami leszállt szonda. És tehát figyelni kell, tehát mint a valakit nem akarná, hogy ki akarná sajátítani, úgy is ki lehet sajátítani a Marsot, hogy nem beszélünk róla, vagy hülyeséget beszélünk róla, és akkor azt oda nem érdemes menni, senkinek ne legyen kedve ezt terve venni, hogy oda menni. És akkor az oroszoknak az űrszondáját is valahogy kilőtték, kettőt is, a Phobos szondákat kilőtték. De 50 kilométerre volt a Phobosról, nem hagyták leszállni, puff, annyi volt. És kilőtték, és kettőt is kilőtték. A Vénusz szondák is nagyon hamar megmúdeltak, amikor először beérkeztek. Aztán végén csak közvetített egy kép, körbeforgott egyszer és leközvetített egy ilyen panorámaképet, az így volt egy hátat, messze, de 600 fok vagy 500 fok melegben kicsit nehéz hűteni a valamit. Olyan, a folyékony olomban beleraknál, tehát az még nincs is annyi. Hát az piszok meleg. És akkor nem szeretett azt mondta, szegény, ezek az elektronikák nem működnek korlátlan hőmérsékleten. Csináltam a gravitációs távcsövet az elsőt, és benn volt a padláson, akkor még nem volt ott semmi, csak a padláson. És akkor kifúrtam a plafon, mert csak ilyen deszka a plafon, lehoztam a drótot, és akkor lent volt a mély, mert a távcső nem fért el, mert egy ilyen 110-es paraboló volt, hogy forgott, zörgött, tízött. Hát, szörültem a padlás, azt lehoztam a kérdőt. Hát, méregetem, nem megy. Lehozom az elektronikáját,
Bekapcsolom. Minden jó. A francban. Fölviszem. Drótot mérem, jó. Hát minden jó. Hát kellett hozzá bizony egy jó darabig kilódnom, amikor egyszer csak leesett a 20 fillért a gyenge fejemben. Hát persze, mínusz 8 fokban a padlás. És azt már nem szerette ez az elektronika. Kicseréltem ilyen amerikai icékre, ilyen amerikai katonai icékre, ami mínusz 55 fokig megy. Hó, mindjárt jó lesz. Minden működött. Az orosz nem működött, mert nem úgy volt megcsinálva. Majd a jobban megcsinált, már ennyi. És ez jó azt, hogy tudja az ember. Na hát itt van a Vénusnak az első felvétele, amit most láttatok. Az a 13-as voltam. Ez már a 13-as volt? Fenyő a 13-as előtt. Na, mit van? Venyera 13-as, vagy már az a Venyera 1, Venyera 2, Venyera 3, érted? Tehát már hányadik szondát lőtték ki a Vénuszra, iszonyú sok bakpénz kerül egy ilyen, nagyon sok. De azért mégis sok pénzt fordítottak rá, hogy tényleg megtudjuk, hogy mi van a Vénuszon. Ez jó hír, hogy vannak még olyan emberek, akik a világot tényleg meg akarják ismerni. Van, aki csak zaválni akar, meg kakálni, semmi más nem. De van egy csomó ember, aki nem akar semmit. Jó, hát nincs kényszerítő tér, tehát hogyha ameddig etetik ingyen is, addig ingyen élő lesz. Hogyha nem etetik ingyen, akkor már mindjárt jön a sipákolás, a jajgatás, de akkor valahogy elmegy valahová dolgozni. De a rabszolgálat, mert hogy vállalkozni nem fog, mert eddig is hülye volt, ezután is hülye lesz. Vállalkozni nem fog, az vállalkozási ösztön kell hozzá egy képesség, az nem olyan egyszerű, könyvelést megcsinálni, mit tudom, nem olyan egyszerű, hát nem is. Azt mondták, hogy ha ilyen lesz az adóbevallás, mint egy sör alatték, hát most már pont úgy lesz, hogy néztem a, pont úgy néz ki. Hát női arcot nem nagyon. Ja, ez, de nem ő a Vénusz. Nem ő a Vénusz. Hát ilyen kősivatag, ennyi. Körbefényképezett kősivatag. Nincs ott semmi olyan, ami neked olyan borzasztó érdekes lenne. Szóval itt kéz a kézbe szerelmesen sétálni mostanában. Csak ilyen, picit vissza. Vallad, vulkán kitörés. Van. Nem, ott az volt, amit az előtt mutattam, két egy vulkán kitörés múlva tette fel. Hát ebben bele lehet látni sok minden. Az tényleg az volt. Hát jó. De a vulkán kitörnék rajta a mai napig. Na, még van-e valami kérdésetek, mert mindjárt jön a következő előadó, és én innen ki leszek hajítva. Na, van-e valami kérdésetek? Még van 10 perc, parancsolj. Hogy a fölrobban egy szuperroma, akkor ez a teremburája azt mondhat, hogy az eszemben megmarad addig, amíg oda nem ér a banás, mert vissza is verődik róla valami. Tehát azt mondják, hogy az ott lévő porról verődik vissza, mert egy ekkora robbanás az a porról nem verődik vissza, mert sziklákkal valószínűleg. Igen, az egy dimenzió határod. Ez a dimenzió határ, ez nem anyagból van. Nekünk is van egy ilyen teremburán, az is a weblapunknak a címe, hogy terembura. Nekünk is van egy ilyen teremburán, a naprendszernek, jó messzire van ide, vagy 0,2 fényér minimum, 100 000 AU, nagyon messze van, és ott nem mennek át a kövek, amik szétrepültek a naprendszerben, hanem megmaradnak. És ez az Oort felhő. Oort, úgy van leírva. Oort felhő. És az Oort felhő, hát láttam ilyen karikatúrát rá, hogy hát ugye volt ott az Oort felhőnél egy ilyen távol, itt már tilos tovább menni, szóval ilyen karikatúra volt, mert magyarázat az nem volt. Hanem csak ilyen mesfete volt, az volt sok. Tehát nem, meséltek össze-vissza, de senki nem tudta. Ezt a nap csinálja maga, ezt a buborékot. Ez egy védett buborék. Ezen belül az életnek vagy a halálnak a rendszere megy. Ez egy belső rendszer, és ez működik. Nem a halálról kell beszélni, nem arról szól a történet, de innen ne terjedjenek ki a dolgok. Se a gonoszság ne terjedjen ki, se a kéret, ne repüljenek szét dolgok. Tessék, Mancsor! A négy dimenzióban ugye más fizikai törvények
gravitáció, elektron, stb. De ugye, mert teremben kívülre is látunk. És ott mégis úgy néz ki... Rosszul, de látunk. De ott mégis úgy néz ki, hogy háromdimenziós törvények uralkodnak. Tehát úgy keringenek a bolygók, úgy történik a dolgok. Hát persze, azért, mert az elektromosság más, az nem azt jelenti, hogy a tömegvonzás nagyon más. Tudjuk, a tömegvonzás, a párhuzamos univerzumok tömegvonzása is megjelenik itt. Tehát nálunk megjelenik. Ezek a, amit mutattam, ezek a föllecikázó ábrákban, igazából ötdimenzió forrás csinál egy 16-os párhuzamos univerzumot, ennek megvan a tükörképe, vagyis, hogy a mi univerzumunkban 32 párhuzamos univerzum van, de ebből a 32 a tükörvilág, vagy a 16 a tükörvilágban van, és a tükörvilágban lévő dimenzió az egy ellentett téridőt csinál, vagyis hogy egy balos spirál, meg jobbos spirál, úgy képzeld el, ez van a kerítéseinkre fölrajzolva, drágáink, mert az összes kovács az egy pap. És régen a kovácsok papok voltak. Azok nem csak a vasat verték, meg a lovat patkolták, hanem azok még papok is voltak, tudós emberek voltak a maguk idejében. És tessék majd észrevenni, hogy hát ez már nem nagyon maradt meg, de Gretna Greenben még megvan. Hogy Gretna Greenben tippon esett a kovács. Tehát a kovács adja össze a szerelmes fiatalokat, akik megszöknek otthonról, és a kovácsnál is meg lehet esküdni, és az nem kérdez semmit, hanem összeesküdtek. Érted? Nem kér papírokat, nincs bürokrácia, hanem összeesküdti a szerelmes fiatalokat, és akkor így már nem lehet semmit tenni, már lehet dugni egy nagyot, nem a fél és feleség. Hát akkor jár nászészaka, és akkor már lehet gyerek, lehet minden, és akkor hiába a szülők örjönnek, ha bármit találnak ki, késő, mert már tipikusan, ez ugyanolyan, mint a Rómer, Júlia, meg tessék majd ezeket észrevenni, hogy a nők halálosan erre vágynak. A Rómer és Júlia történetre az álmod, meghallunk egymás észre. Nem tudom miért, de ez. Én azt szoktam mondani ezeknek a fiataloknak, hogy nem halálosan kell szerelmes, hanem életesen kell szerelmes. Sokkal jobban életesen vagy szerelmes. Csináljátok gyereket, meg csináljátok mindent, de ne öldökljétek meg egymást, meg magatokat, meg nem ez a megoldás. Mert hogy nem igaz, hogy nem tud egy vonatjegyre valót összeszedni, érted? Elmenni a büdös francba, valahogy elindulni, valahogy kínlódások lesznek, minden lehet. Újat lehet kezdeni, mi az, hogy nem lehet? Tehát itt kezdődik a baj. Tessék, maradj, tanácsolj! Júli, a teremúra az egy a háromdimenziós térnek a határa, de éja dimenziós. Igen. Forrásként éja milyen távolságig tudja megtartani a másolatait? Ő nagyon messzire meg tudja tartani, sokkal messzebb, mint a teremúra. Sokkal messzebb. Igazából a szál univerzumon keresztül még a párhuzamos univerzumban is át lehet húzgálni a szál időszálakat, és ott is működik. Tehát a szál univerzumokon keresztül működő kommunikáció bármelyik a párhuzamos univerzumból is működik. Mert az időszálak akkor is léteznek. Van egy szálszerű univerzum, indulásból az olyan, mint a pokháló ilyen univerzum is van. Ez van egy sík, a lepedő, van a háromdimenziós ez, amit most látunk, és még ezt fölött van kettő. Van még fölötte a két teremtő, de a két teremtő az nem dimenzió ilyen szempontból. Dimenzió, csak nem ilyen szempontból, hogy mi képzeljük. Tehát ők a minden fölött állók, a zsidóknál ez a tovú a bohú. Amit aztán össze-vissza megmagyaráztak, minden hülyeséget mondtak róla, hogy az valami háború. Igen, az a káosz. Az a káosz, de nem abban az értelemben, hogy nem tudja, hogy mit beszél. Tehát nem így káosz, hogy zavarodottság, meg mit tudom, mint amit az emberek erre rögtön gondolnak, nem. Ez a teremtés alapja, abba történt a teremtés. Az nem lett volna teremtése. Mert a két teremtő hullámtel együtt ír valamit. Na, hát édeseim, van még kérdés. Mondja. Az a kérdés, hogy amit nem tudnak megmagyarázni a neutron csillagok helyett a szupernovákkal kapcsolatban, az azért abból adódik, hogy ott kint nem olyan 3D-s tér van, mint itt. Abból adódik bizony. Bizonyamból. Igen. Mondja. Csak egy feljelentés nőknek, hajós kapitányoknak,
megvan az a jobb, amit a Etrakénén kovácsolnak. Úgy van. Ja. Nem kell elmenni Etrakénén, ügyes hajós kapitány. Ügyes nők megtalálják a megfelelő hajós kapitány. A másik. Van meditációs CD, talán még van belőle. Pár darab, nem túl sok, mert összesen 25 volt. Tehát nem kereskedelmi mennyiség. És van még előadás CD is, azt én fölálltam. El van írva a szám rajta, és nem töröltem le róla a hibát. Nem volt alkohol itt most, és nem tudtam letörölni, mert csak alkohollal lehet letörölni azt a fészkollat. Meg kell próbálni. Annyi kell hozzá tényleg, hogy egy utána zsebkendőt kell megmedvesíteni. De egyébként maga a CD hibátlan is jó. Hibátlan csak az én ráírásom. Tévesztettem el, mert rájöttem, hogy nem 5-öt írtam, hanem 10-et írtam az egyik fajta CD-ből, de én már másik számot kezdtem ráírni. Az nem volt jó. És akkor beteszem, hát ez nem jó. Akkor már egy nem volt jó, akkor már mindent meg kellett rakni. Már álmos voltam, de még mind megnéztem, a fenében nem jó. Na majd reggel most csak úgy elfelejtettem, mint a fény. Már jött a nyüzsgés, kész, elfelejtettem. Tessék, parancsolj! Azt szeretném megkérdezni, hogy a Telenor az más rendszerekből való információ szennyezéstelen is kér? Igen. Kintről oda-vissza szűrő. Az, hogy véd, azt talán nem mondanám, de szűrő. Tehát nehezebben jön át rajta. A fény is, meg az információ is. Tehát egyfajta dinamikus szűrő, nagyon érdekes. De amikor nekimész rossz érzést megfogni, jártunk ott, menjünk el meditációval megnézni? Igen. De beszalás? Nem mondom. Tényleg az, szóval olyan, hogy össze az ilyen. Így nyúlik, ahogy megnyomod, akkor ilyen vékony gumihártya szerű, és így nyúlik. Én katongumminak szoktam nézni csak. Szerelmes pár szerelmeskedik a folyóparton. Parjasztát elhúzza a lépájáról a dumit, csomót köt rá, eldobja be a vízbe. Azt mondja a nő, hogy szerelmesen, homályos szemekkel vagy. És drágám, mi lesz, ha most nekünk gyerekünk lesz szabaduló művész?